Az SOS szabály azt hiszem, hogy egész hétvégén érvényes lesz itt az Érsekertben, hiszen talán mondhatjuk azt, hogy Eger legnagyobb nyári rendezvénye elkezdődött. Itt az Egri borünnepről fogunk beszélgetni, és a pezsgő élet szerintem garantált itt a hétvégén, de hogy a gyakorlatban hogyan is valósult meg ez a rendezvény, arról fogjuk kérdezni Tarsó József hegybírót, a rendezvény főszervezőjét, illetve Kékvölgyi Noémivel is fogunk beszélgetni, aki az Egri csillag programjaiért is. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Miért kellett a névváltoztatás? Tudom, hogy erről beszéltünk, de szerintem mindig aktuális. Ugye Bikavér ünnep volt ebben az időben mindig, most Egri bor ünnepe néven fut, most már harmadik alkalommal. Igen, hát a bor ünnep, ami összekapcsolja egyébként a két vonulatot, de igazából a borvidék négy évszakos koncepciója, vagy ha egy kicsit bővebben akarom, akkor a fogyasztó igények váltották ezt ki, és úgy gondoltuk, hogy akkor az évszakokhoz igazítsuk az Egri borkínálatot, vagy egyáltalán a fesztiváloknak a jellegét. Ugye elkezdünk a csillagos nyári estékkel, és akkor ilyenkor nyáron gyakorlatilag ugye a rozéjé a fő hangsúly, de igazából az Egri, kiváló Egri boroké a főszerep, és ugye ősszel talán egy kicsit a bikavéreket könnyebb vagy jobb bemutatni, úgyhogy így indult el, de igazából a névváltozáson kívül mi ugyanazok vagyunk, és ugyanazt kínáljuk, úgyhogy örömmel látjuk, hogy most is már most kezdenek gyülekezni az emberek. Így van. Az Egri csillag színpad mit kínál az idei évben? Idén színes programmal készülünk. A három nap alatt 11 koncertre és egy kis irodalomra várjuk a kedves közönséget. És minden mellett pedig akár a nagy színpad, vagy akár az Egri csillag színpadnak a program kínálatát évről évre hogyan igyekeztek összeállítani? Mi a fő csapás irány? Az Egri csillag színpaddal kapcsolatban ugye én azt szoktam mondani, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint a fesztiválban a fesztivál lenne, mert egy picikét kilóg a sorból. Tudod, másabb? Kicsit ilyen másabb hangvételű, másabb hangulatú? Azt hiszem, mondhatom, hogy igen. Többnyire alternatív és a rock vonalat képviseljük, és minden évben nagyon népszerű. Tehát igyekszem úgy kiválasztani a fellépőket. Egyrészt nagyon sok zenét hallgatok, ugye folyamatosan figyelem, hogy különböző szakmai, tehát tényleg szakmai tehetségkutatókon kik érnek el jó eredményeket. Ez kedves, oda, tényleg igen. Szakmai tehetség, de nem értjük, igen, igen. Ja, bocsánat. Jó, tehát én nem megyek ilyen zsűribe ezután, köszönöm. Illetve természetesen figyelem azt, hogy más fesztiválokon kik lépnek fel, mondjuk kiknek jelent meg az utóbbi időben, akár kislemezük, akár nagylemezük, és én azt gondolom, hogy idén is sikerült egy jó line-upot összeállítani. Jó. Na most akkor a nagy színpad, ugye itt vannak kötöttségek, mert van a megnyitó, vannak díjátadók, ugye, amiről mi is be fogunk majd számolni, de egyébként a programokért te felelsz, te találod ki, hogy mi legyen, és aztán ebbe lehet-e még fejlődni? Igen, és vannak anyagi keretek is, korlátok. Igen, meg ugye azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nálunk a borgasztronómia a főszereplő, de azért, mint hogy az egész rendezvényért igazából egy személyben én felelek, de a programok nekem úgy olyan szempontból is szívem csücskei, hogy én igyekszem a borkínálathoz hasonlatosan sokszínű programot megjeleníteni a színpadon, olyan stílusokat, mint például tavaly voltak néptáncosok, vagy néptáncosok, aztán ugye a jazz, a hagyományos műfaj, de például az idén most a kerozin koncert az aztán végképp megint egy új dolog, de akár mondhatnám a Rocky bemutatót, vagy például olyan visszatérő, mint például az autentikus cigányzene Báder Ernőékkel, azt gondolom, hogy megint egy olyan stílus, ami egyrészt illeszkedik a borhoz, másrészt pedig ugye az a cél, hogy ugye ide családokat várunk, és legyen egy olyan kínálat, hogy mindenki találja meg a magának megfelelőt. Én most úgy érzem, hogy ilyen retro hangulatban vagyunk, és például ma este Soltész Rezsőre biztos, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak. Igen, valószínű, hogy tombolni fogunk, igen, mi is. Elsősor, ott álljunk. Oké, egy kicsit beszéljünk a számokról. Ugye a Felkomba mondtam, hogy talán a nyár Egerben legalábbis a nyár legnagyobb rendezvénye. Tavalyi évről van arról számadat, hogy mennyien látogatták igen, a rendezvényt?
Tavaly sikerült ezt az 50 ezer körüli számot elérni. Ugyan 4 napos volt a rendezvény, de a vasárnap egy kicsit enyhébb volt, és aztán azért is döntöttünk úgy, hogy a csütörtök, péntek, szombat az nekünk tökéletesen elég, és ugye elég erős lesz. Úgyhogy mi nem szeretnénk hirtelen túl nagyjá sem nőni, hanem inkább azt szeretnénk, hogy komfortossá tegyük a rendezvényt, jól érezzék magukat, nem csak az ide látogatók, hanem akik kiállítanak. Tehát azért az nagyon fontos, ugye szakmai berkekben, hogy egymás borát is megkóstoljuk, tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és itt gyakorlatilag randevút adnak egymásnak, nem csak a borászok, hanem a gasztronómusok is, tehát itt ők is azt gondolom, hogy egyfajta továbbképzésen vesznek részt, úgyhogy ez nagyon fontos állomás. Igen, és ezért ez komoly meló, hogy egymás borát megkóstoljátok, mert ha jól tudom, akkor közel 300 bor lehet kóstolni. Három nap alatt azért az, így, igen. Az már Guinness rekord. Hát, hogy lehozza mindet, az igen, az mi mindenféleképpen be fogunk róla számolni. Azt fontos hangsúlyozni, hogy beszélgettünk a Szurami Mihály pont valamelyik nap, aki említette, hogy nem versenytársaként tekintenek a borászok egymásra. Itt ezen a rendezvényen mégis, amikor találkoznak, mit ad nekik ez az élmény? Az, hogy itt együtt vannak, és tényleg a kiemelt borászatok tudnak találkozni, és egyetlen eszmecseréket folytatni, vagy akár szakmai vitákat? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk ebben az irányba is. Akik most borászkodnak, ez már a következő generáció ebben a tekintetben is. Nagyon sok közös program van, nagyon sok együtt gondolkodás van, és itt akár azzal, hogy valaki hogy díszíti a sátrát, hogyan passzol a saját imidzsébe, az egyéniségét meg tudja mutatni, ahogy a borban, úgy a külsőségekben is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis hangulatos esemény, amikor tényleg ez van, hogy beszélnek, eszmét cserélnek, és azon ritka alkalmak egyike, amikre azért a dolgos hétköznapok közepette ritkán van alkalom, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Noémi, még egy kérdés hozzád, mert említetted, hogy a kicsit alternatív zenei irányzat a főképviselői, vagy a főképviselő jelen lesznek ezen a rendezvényen, de az irodalmat is említetted hozzá. Kettő hogy fér meg egymás mellett? Tehát, hogy van egy színpad, ahol alapvetően rockzene szól, és az irodalom az hogy kapcsolódik ehhez? Hát főleg, hogyha alternatív dalszövegekről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy egyáltalán nem áll távol a dalszerzés az irodalomtól, sőt. Egyébként vannak is olyanok, akik a dalszövegeiket ugye könyvformátumban is kiadják, és hát ez nem véletlen, szerintem abszolút irodalmi alkotásoknak is nevezhetők ezek. De jó ezt hallani. Tehát akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy dalszövegek jelennek meg itt az irodalmon keresztül? Amikor az irodalmi programot említettem, hogy arra gondolsz, igen. Akkor nem. Nem, oké, jó, ezt akarom kihúzni belőled alapvetően. Nagyon igyekszel, igen. Jó, fiatal egyetemistákat várunk a szombati napon. Szlemmereket, költőket, lesznek prózai előadások, felolvasások. Tehát ezt akarja az irodalom. Én azt gondolom egyébként, hogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ennyi ember előtt megmutatkozhatnak azok is, akik talán nem kapnak akkora nagy főszerepet minden esetben. Itt teszem fel, hogy akár az irodalom is, és egyfajta, nem tudom, tehát a más generációknak a megszólítása is, ugyebár a borok tekintetében pedig természetesen ugye megint másabb generációról beszélünk. Hát mi kívánunk nektek nagyon sikeres programot, és természetesen azt is, hogy rengetegen látogassanak el a következő napokra. És hát köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.